Sziasztok, folytatjuk a barangolást a Marvel új etapjában. Sorozat univerzumában. Bepótoltam a Télkatonája és Falcon és Télkatonája, nem tudom, Sólyom és a Télkatonája, így van magyarul, mindegy, tudjátok, hogy miről van szó. És most erről fogunk beszélni, és hát akkor ez is egy ilyen nagy szezon összefoglaló lesz, kicsit megkésve, de azért annyira nem megkésve, mert ez azért nem rég zárult. Én ezt full elengedtem, szóval nekem ez meglepetés, hogy erről tudunk csinálni tényleg. Én azt hittem, hogy ez nem lesz. Hát én úgy voltam vele, hogy ha már megnéztem a Wandát, és akkor abba úgy voltam, kedvet hogy... Kedvet kaptam, igen, ráadásul azért, ahogy utána olvasgattam, magazinokba úgy azt érzékeltem, hogy most nem érdemes kimaradni ezekből a sztorikból, mert hogy nagyon fognak reflektálni egymásra a történetek, és aztán úgy voltam vele, hogy jó, hát egy kis akció, mert ez azért akciósabbnak tűnt, tehát míg a másik egy igazi különc gyerek, nem? Igen, igen. Addig ez egy ilyen kis akciós, kémes dolog, és nem óckodtam ettől. Na és a vélemény? Hát alapjaiban véve, mozgalmas volt, és voltak neki nagyon pozitív aspektusai. Kicsit az Amerika kapitányokhoz tudom kapcsolni, tehát filmben, mint ami filmben volt, mondjuk az Amerika kapitány 2, a Winter Soldier, onnan akart kihozni dolgokat. Jó, de nagyon, sorozat, de nem ahhoz sikerül. Képest nagyon. Jaj, persze, abszolút nem, tehát az egy remek mű szerintem. Ez meg csak akarta volna utánozni azt. Nem hagyott hidegen, ami jó, tehát hogy úgy gondolom, hogy tudtam folytatni. Én mindig, és úgy vártam, hogy mi lesz, ugyanakkor majd ki kell emelnem, de ez a videónk második felébe fog főleg előkerülni markánsabban, hogy hát nagyon nem tetszett politikailag, és azért erről majd beszélünk. Mi nem tetszett? Hát akkor most hozzuk előre ezt. Tehát nagyon erős volt benne nekem az a vonulat, amiért kifejezetten haragszom a jelenlegi világunkra, és ezt fogom most egy algoritmussal is igazolni természetesen, hogy tudnélik berántja ezt a fekete, színesbőrű témát teljesen indokolatlanul, én úgy gondolom, és azt a kényszerképzetet erősíti a világunkba, hogy ez most egy aktualitás. Tehát ahogy az idős, szuper színesbőrű szuperkatona, az a nyugdíjas szuperkatona beszél erről, az már nem tetszik, de őt még el tudom fogadni, mert ő a régmúltból jön, és ő az egyenjogosítási időszakokból jön, mondjuk, hogy a 70-es, 60-as, 70-es évekből, amikor ugye neki tényleg lehettek nehézségei. De a pökhendisége a fekete falkonunknak, és érdekes, hogy vele játszik a sorozat, az nem tetszik, és különösen nem tetszik a sorozat végén az a beszéd, amit ő a politikusoknak tart. Az kiugrik. Az borzasztó. Az a baj, hogy tudod, ott vannak ilyen szenátorok. És akkor a csávó elkezdi a saját konyha nyelvén előadni, hogy szerintem így kéne, meg így kéne, és az arcán annak az idős szenátornak, igen. Hagyjad az nagyon, már! Az nagyon álszen, nagyon ez proli. Dedós, ez dedós. Szerintem az nagyon világproletáriai egyesületek, nekem az nagyon. Ráadásul azt a téves képzetet hangsúlyozza az emberekbe, hogy politikus, egyenlő, gonosz, rossz, álszent, hazug, csaló. Fehér, az. Nagyon fontos, három idős fehér. Csak fehér. És akkor van a nép gyermeke, aki ráadásul komplexusokkal küzd, miért. Ez engem döbbenetesen idegesít, hogy ott áll, most is érzem, hogy néznek engem, még most is érzem, hogy becsmérlő tekintetek, tudod, mondja a katona, hogy azt mondja, hogy hát ő a fekete Amerika kapitány, és még most is érzem magam, tudod, mi a durva, miket érez magán. Egy Marvel filmben nem éreztük egyetlen egy percre sem. Pontosan. Ezt semmiféle rasszizmust nem éreztünk. Nem, így van. Mind ember és ember volt, így és van. Azon a vonulaton tovább haladva, én nekem az ég egy ott a világon semmi bajom nem nincs azzal, hogy mondjuk ő belőle lesz az új Captain America, sőt, örülök, ennyi persze, pont. Persze. De tehát, hogy ez a mai kornak, ennek az elmúlt 5 évnek a szellemisége, ami most jön, és most hirtelen minden filmben mindenki csak ezekről pontosan, beszél. Pontosan. Most ő magán érzi azt, őt mindenki gyűlöli. Az minden percben gyűlöli őt. Így van, szörnyű. Tehát, hogy már nem tudsz úgy megnézni feketéről, igen, amerikai filmet, hogy ne az lenne csak a fókuszban, hogy közám black. Igen. Mindig, csak a bőr színüköt mondják, és semmi más. Ez elképesztő. Ez meghökkentő. És tudod, mi a érdekes? Teljesen véletlenül random. Pont ezelőtt a forgatás előtte, tegnap este néztem meg, nem tudom miért, a Halálos Fegyver 1-et, életemben nem tudom, 51-szerre, teljesen mindegy. És tudjátok, mi volt bennem? Az a film, ugye, nem tudom, 90-es években játszódik, ugye? Azt hiszem, 90-es években járunk, és abban ugye ott van a Rix, és becsatlakozik ebbe a színesbőrű családba, a Mörtóékhoz, és az egész első részben például egy elárvult szó nem esik fai dolgokról, van egy jómódú színesbőrű család, egy megbecsült rendőr,
a fehér rendőrnek ebben semmi baja, befogadja ez a család, mindenki boldog. Direkt figyeltem, a hűtőszekrényen van egy vessünk véget az apartheidnak felirat. Ennyi. A 90-es években ez a néger, színes, fehér, ki micsoda téma, ez ennyire volt érdekes, figyelj, hogy egy mainstream. Jó, és de... azért is, bocsáss meg, nehogy elfelejtsd, csak azt akartam mondani, hogy azért is jó referencia szerintem a halálos fegyver, mert az is egy body movie. Abban is van egy színes bőrű, meg egy fehér. De ez is annak akar, arra akar hajazni. Jó, viszont a többi részében úgy előjönnek dolgok. Ott már igen. De milyen érdekes, hogy valahogy hogy soha nem zavart. Nem. Tehát például, amikor persze. A negyedik részben a Mörtó elkezdi azt mondani, hogy idehozták ezeket, tehát nem érted, Rix? Úgy, mint az őseimet rabszolgálnak, és ezt nem hagyhatom. Igen. Az egy bájos jelenet. Igen, és ennyi. Igen, tehát, de úgy értem, hogy a Rix, a fehér ember persze. Kedvesen, kicsit buta dolognak tartja ezt a párhuzamot, mert a Mörtónak köze nincs semmiféle persze. rabszolga dologhoz, érted? Persze. Tehát, hogy egy akkora világ választja el már őt ettől, hogy az ő ősei. De nem, tehát hogy az egy kedves dolog, és fehér emberként ez tök jó nézni, és semmi baj nincs vele, nincs benne semmi olyan, amin így cringe-elsz. De itt viszont cringe-elek, mert hirtelen ez a karakter elkezd rasszizmusról igen, beszélni, igen. És ő a Black Falcon. Igen, miért igen. nem csak Falcon? Így van. Miért a Captain America eddig, miért nem volt White Captain America? Pontosan erre van tehát, szó. Hogy ha fekete vagy, akkor mindig csak a bőrszínedet és kell tudod, hangsúlyozni. Mit mond? Mi az érdekes, hogy van az a jelenet, amikor a kis sráccal beszél az utcán a csávó még az első epizódban, vagy a másodikban is mondja, you are the Black Falcon, és akkor mondja neki az Falcon, hogy hát de miért te meg akkor Black Kid vagy? Igen. Tudod? Tehát tudják. Tudják hát ők, is. Ők is. Egy-kettő ilyen visszacsatolás van, igen. Tehát amúgy hát nem nyomják fullba a kretént, hanem igen. néha beszólnak igen. egy ilyet. Igen, de igen. ettől még tolják a propagandát tolják, keményen. Tolják, és főleg a végén. És hát főleg a haragszom egyébként, bevallom őszintén az Anthony Mackie-re, ugye a színészre, mert őtől láttam riportokat, amiben megcsillogtat intellektus, tehát ő nem tűnik nekem egy hülye gyereknek, és kifejezetten érdekesen beszél néhány témáról. És itt mégis fölveszi ezt a sértett hacukát, és a legrosszabb ez, hogy én nem veszem fel a pajzsot, mert mi van, ha engem kinéznek, tudod? Hát hagyjuk, ez ovi, ez tényleg óvoda, igazad van, de ez óvoda az, hogy én most én vagyok a nem tudom ki, és én dacból nem veszem fel azt a pajzsot. Hát csezd meg, az Amerika kapitány neked adta eleve, tehát ez egy küldetés. Ez nevetséges. Másrészt ez egy generált, fos propaganda, és dögöljek meg, mondom, én nem hiszem el, hogy egyszerűen egy olyan Egyesült Államok lenne az az Egyesült Államok, amiben én nem járok minden nap, sőt, még sosem voltam ott, ez tény, hogy ott ma, 2021-be utcán aláznak meg, néznek ki, néznek le. Biztos van ilyen hely, de Gyuri, őszintén, ha egy, nem is az, hogy Ku Klux Klános, ha egy, most ebbe a légkörbe, ha egy olyan ember föltűnne, aki tényleg ferdén nézne egy fekete Amerika kapitányra, hát mi lenne abból? Megvincselnék, agyonvernék. Megvincselnék. Ha mi egy olyan videót csinálnánk most, amiben csak utalnánk arra, hogy nekünk nem tetszik az, hogy fekete Amerika. Ha mi amerikaiak lennénk, így van, és ezzel pompognánk, ugyanezt, csak ugyanezt elmondanánk pontosan. Így, lehet, hogy tiltanának a picsába. Erről van szó. Vagy legalábbis, ha egy dühött tömeg, így van. Ilyen Twitter mob, pontosan. Az követelné a diplatformozásunkat. De tényleg, holott, ez történne. Pont azt mondjuk, hogy minket fullosan nem érdekel, hogy fel nem lehetne Puerto Rico-i is az Amerika kapitány. Eleve Amerika az egy olvasztó tége, ezt én teljesen elfogadom európaiként, tehát többféle rassz van ott, írek, németek, a világ számos hmongok. Hmongok, pontosan, nem? Tehát, hogy örülök neki, tök jó. Legyen hmong az Amerika kapitány. Hát most, tehát, hogy... Jó, de és akkor várjál, és akkor most beszéljünk a másik dologról, a kis terroristáinkról. Na, a másik. Mert a film, a sorozatnak ez a leggyengébb pontja szerintem. Mi a faszt akartak ők? Miről szól az mi? Elmondom neked. Flex Smashers. A Flex Smashers. Mondom neked, mert hát érdekes itt az állásfoglalása a sorozatnak, szóval ebben kicsit bizonytalan vagyok, hogy hol áll a sorozat. Ezek kommunisták. Tehát, hogy legyünk tisztában ezzel, ezek egy tiszta kommunisták. Tehát egy nép, egy bolygó, egy nép, ezek a világ proletáriai egyesületek, ráadásul ezek bevándorlók, tehát, hogy ezek migránsok, csak viszont az ő érvük egyébként jogos, mert ők ugye eljöttek dolgozni, amikor jött a blimp, vagy blip, vagy mi az ja, a... Nem mi? Tudom magyarul, hogy van. Hát nem tudom, a csettintés után ugye megfeleződött az emberiség, és ők eljöttek dolgozni azokra a helyekre, ahol kevés volt a munkaerő. Jogos az észrevételük, hogy most visszajöttek az emberek, és akkor ők tűnjenek el. Ez nyilván gáz így. Megjegyzem, a sorozatban a politika,
nem csak úgy simán el akarja tüntetni őket, hanem egy folyamatban el akarják dönteni, hogy mi legyen velük. Igen. Ezt egyébként meg is említi az egyik szenátor, a Fekete Amerika kapitányok végül, hogy hát ez egy komplikált folyamat, és azt mondja, hogy nem, nem, ez nem komplikált, ez egyszerű, mert vannak a szegények, meg vannak is ti, azt úgy kéne döntést hozni, hogy Jézus, mindegy. Szóval ezek durva kommunista terroristák, akik nem válogatnak eszközökbe, és szerintem mélységesen elítélendők. Tehát én nem tudom, mit akarnak egyezkedni avval a kis csajjal. Azt le kellett volna lőni persze, már második percben. Tök idegesítő karakter. Nagyon idegesítő volt. Tehát ahogy haladtunk előre, egyre irritálóbb volt. Mint az állat. Nem lehet megindokolni azt, hogy gátlástalan bárkit kivégzek. Pontosan erről. És úgy érzem, hogy nekem van igazam. Így van. Ilyen nincs. Így van. És az Amerika kapitány, már mint a fekete, az Anthony Mackie egy full hülye. Hogy ő előhozakodik avval, hogy de őt meg kell érteni, és hogy kopár beszélni kéne vele. Tényleg? Jó. Hát mi a szar ez, basszus? Szerintem talán annyiban nem gáz valahol, hogy azért ő neki a legjobb barátja volt a Cap, és azért a Cap az lehet, hogy ugyanezt tette volna. Az biztos, és hülye lett volna. Nem, úgy értem, hogy szerintem ugyanígy járt volna. Biztos vagyok benne, de nem értenék vele. Nem, én se értek vele egyet, csak azt mondom, hogy ő Captain Amerikává akar itt. Ez tény. Tehát, hogy ő azon az úton járt, tudom. Persze. Ez annyira nem gáz, csak a kis csaj a kiábrándítva, de végtelenül. Mint az állat. Meg a követői, meg egyébként ilyen arctalan bábok, annyira kifejezéstelen arcúak, nem is akarják már végén csinálni. Hát persze. Vaj, nem tudom, tehát, hogy nem jött át belőlük semmi, nagyon botok. Tehát a mozgalmuknak nem tudunk róla semmit. Ja, ez egy kicsit fura. Összecsapták, mert egyébként ahogyan elkezd építkezni a sorozat az elején, az nagyon jól átgondolt, és aztán valamiért egyszer csak összecsapott lesz. Hát igen, ebben nincs annyi koncepció, valamint egyértelműen ez a sorozat aktualitásokra akar fókuszálni, az látszik. És a aktualitás ugye, nyilvánvalóan ez a sorozat akar foglalkozni avval, hogy most a világunk azért abban a tekintetben, különösen Európa ketté szakadt, hogy vannak, akik egy ilyen nemzetköziségben gondolkoznak, egy olyan, hogy nem a nemzet a fontos, hanem ez ugye one world, one people, és vannak olyanok, akik pedig nemzetben, és érdekes egyébként a sorozat, mintha nem tudná, hogy mit kezdjen ebben, mert a terroristáknak állítja be most ezt a nemzetek fölöttiséget, tudod, és ez érdekes, ez meglepő, miközben kreditet akar nekik egyértelműen adni azzal, hogy azért az ő ügyük az nem rossz, mert hogy tényleg itt igazából egy világ vagyunk mi benne, és vagyunk benne egy nép. Én meg úgy vagyok vele, hogy egyébként egy világ vagyunk, de több nép van benne, ezeknek a népeknek barátságba kell élniük egymással, de nem arról van szó, hogy akkor itt de itt a nemzetekről nem volt szó. Itt csak az egy nép, itt csak egy oldal van képviseltetve, meg egy government inkább. Hát igen, tehát, hogy a rend van szembeállítva ezzel a mozgalommal. Hát igen, csak én tehát ezt a nemzetállamok idemosását nem... Hát teljesen. Nem akartam teljesen belemosni, csak a jelszóból próbálom ezt kihozni, plusz azért ők úgy vannak vele, hogy ők ide bevándoroltak, és akkor ők most itt vannak, és ezt tessék elfogadni. Megjegyzem még egyszer, hogy nehogy félreértsetek, ebben a sorozatban nekik egyébként tényleg van létjogosultság, mert ők segíteni jöttek akkor, amikor megfeleződött az emberiség, és gondolom ők végezték el az ilyen... Jó, de amúgy teljesen van létjogosultságuk, tehát hogy, tehát hogy abszolút igazuk van abban, hogy ők követelnek maguknak dolgokat, ha már ők vállalnak dolgokat, hát egyszerűen csak ott borul meg, hogy elkezdenek random ezért embereket gyilkolni. Mert azzal számomra feladják a jogot. Pontosan. Egyébként az élethez való jogot adják fel, hát mert én úgy gondolom, hogy egy terrorista, aki egy busznyi embert simán fölrobbantana, azt, hogyha a rendőr meglátja, akkor ott helyben lője pofán. Egyébként ez is van a terroristákra a legtöbb országban. Hát tehát azonnal tűzparancs van. Tudják, hogy az bum, lelövik. Ja. Hát igen, szóval, igen. Hogy, De mondom, érdekes ez az egész, mert mondom, tulajdonképpen, minthogyha nem törne mellettük kardot a sorozat, tehát, hogy elítéli őket, a módszereiket mindenképpen. De fura. De szóval furcsa. Nem lehet eldönteni, hogy most mi igen, van. Igen, igen, igen. Nem értjük, hogy miért pártolja bárki őket. Igen, 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 igen. Illetve hát mondom, igen, bocsáss. Amit akartam még mondani, ez a Power Broker még plusz bezavar nekem. Hát az, az azért van, hogy sajnáld a kis terrorista lányt néha egyik-másik jelenetben. Vagy hogy emberibb legyen, mert hogy ott üldözik, meg megfenyegeti a Power Broker. Eleve a Power Broker engem idegesít, hogy... Ja. Tehát most nyilván ez egy spoileres videó. Tehát az, hogy visszahozzák ezt a nőt, aki egy csicska senki volt számomra a Marvelbe, és akkor most már minden, csak azért, szerintem egyébként csak azért, mert ő női karakter, és akkor őt is vissza kell hozni, mint hogy visszahozzák a Natalie Portmant, és ő lesz az új női Thor. Tehát, hogy ja, hát az fura, ez, én nem hiszem, fél 10 évvel ezelőtt ez a mellékszereplő, ez a következő részben, vagy sorozatban nem lett volna. Persze, ott, mint mobosz.
Nem, hát itt most persze én megértem, hogy mindenre akarnak építeni, mert szerintem olyan dolgok vannak az ő fejükbe, hogy kapjon egy külön szériát ez a nő, mint valami kém dolog, tehát hogy most ő hozza itt a kémes vonalat. Ennek az Emily Van Campnak amúgy is, mintha lenne valami befolyása erre, mert neki még egy ilyen külön kis... Emlékszem, volt egy ilyen dokumentumfilm a Marvelről, meg a bosszúállókról, és ő volt a kis narrálója, tehát nem tudom, ez a csaj, mint színésznő lehet, hogy némi kis befolyással rendelkezik itt a stúdióban, hogy így visszahozatta magát. Hát nem tudom. Hát ja, mindenesetre érdekes, hogy Madripoornak hívták, vagy Madripoornak hívták azt a helyet, nem? Mint a Merl regényben a Madripoor. Azt a, tudod, azt az ilyen kalózparadicsomot, vagy nem tudom ezt a... A regényben a Madripoorban nem emlékszem, hogy mi volt. Hát egy képzeletbeli állam, ami tulajdonképpen nincs is. Emlékszel, hova megy a repülő, ami tulajdonképpen sosem érkezik. De az nem szállt, az végig a repülőúton van. Hát pontosan. És a arról van szó, már, hogy a Madripoor vajon van-e, vagy nincs. Ez csak eszembe jutott, hogy milyen érdekes, hogy itt is előkerül ez a név, hogy átvették ide a Marvelbe. Amit én ebben a sorozatban legjobban sajnáltam, az együtt, hogy egyébként most itt fikázzuk meg minden, mert ezekről kell beszélni, de egyébként ez is egy jó, tehát egy abszolút jó kis sorozat. Kicsit olyan érzésem volt, hogy ez amúgy egy film. Igen, ez egy nagy film. Ez egy nagy film. Ja. A vége összecsapott, szerintem ez több részes kellett volna, hogy legyen. Uh-huh. Hirtelen elkezd kapkodni. Nagyon jó benne ez az új Captain America. Az nagyon jó az candidate. A szál. Igen. Az a szál jó, mert nem egyfajta. Így van, tehát, pontosan. Hogy végre van valaki. Igen. Nagyon érdekes ez a karakter, az őt jó volt nézni. És ami viszont engem konkrétan zavar, az a télkatonájának a mellőzése. Én úgy érzem, hogy az ő sztoria ezerszer többet nagyon érdemelt volna, mint ez a bőrszínes baszakodás. Bravo. Százszor érdekesebb az, hogy ő a bűneiért meglakol, nem úgy, mint a skarlátboszorkány, aki pontosan elszáll a naplementébe kb. Hát jó, igen. Érted? Tehát, hogy itt van elszámolás. Az egy sokkal nagyobb dráma. Az maradj meg a gondolatod a első felénél, mert két... Na, remek. Pont a számból vetted ki a szót. Kár érted. Végén őt így lekeverik, és akkor csak hirtelen átmegy ebbe az évbe. Hát milyen érdekes, hogy egy önmagáért tulajdonképpen felelősséget vállalni a múltban nem nagyon tudó, manipulált kettős ügynök ilyen fejvadász, az vezekelni akar, és egy kis noteszébe ugye helyre akarja hozni a bűneit. Ezt valóban, ahogy mondott, ez tök érdekes, ezzel kellett volna foglalkozni. Valóban ezzel kellett volna foglalkozni, mert valójában őszintén, és akkor még egyszer hangsúlyozom, az nem lélektani vívódás, dráma, hogy nem akarom fölvenni ezt vagy azt a társadalmi szerepet, mert hogy mondván engem majd ki fognak nézni. Tehát, hogy ez szerintem eleve, még így kimondva is, sokkal kevésbé érdekes valóban, mint ez, amit mondtál. Meg ez egy szimbólum. Fölvenni azt a pajzsot, és neki azt föl kellett venni már rég az elején. Pontosan. Tehát, hogy... Még esetleg annyi lehet érdekesség benne, hogy az, és ezen sem lovagoltak elég ideig, hogy neki nincs szuper ereje, és egyébként kell kohonesz ahhoz, hogy így fölvegyük azt a pajzsot, és ez tetszik, hogy... És ez az új Amerika kapitánynál is érdekes, hogy neki nincs ugye szuperereje, és hogy kokettál avval, hogy ugye... Jó, azért van az a teljesen mindenféle fizikai törvény. Hát igen. Meghazudtoló frisbee. Ja. Mi a szar az a frisbee, nem te? Nem tudom én sem. Fénysebességet dobálják. Igen, és akkor csak... Hogy kapja? Alá kéne nyúlni, eleve így kéne elkapni. Lehetetlen, hogy elkapják azt a frisbee-t. Ez a frisbee-s edzés, az igen, nagyon fura. Itt egy picit előjöhet bennünk az a rossz íz, amit kiemeltél a DC univerzumban, amikor a Wonder Woman-t kérdezi a kis csaj a múzeumban, ja, hogy akkor én is lehetek olyan, mint te? Persze, hogy lehet olyan, mint én. Mindenki lehet Wonder Woman. Mindenki lehet Wonder Woman. Nem. Nem lehet bárki Amerika kapitánya, vagy Amerika katonája, Amerika kapitány. Azzal együtt, hogy meg lehet próbálni, és meg kell próbálni, és kell vinni az image-et. Úgyhogy mondom, ez például sokkal érdekesebb lett volna. Ja. Tehát még ebben a sorozatban is voltak jó gondolati szálak, csak talán nem azok voltak kiemelve, amikkel kellett volna foglalkozni. Igen, kár ezért, de mondjuk szerintem egy átlag amerikainak ez teljesen normális, és semmi nem tűnik föl ebből. Így van. Vagy a fene tudja, azért biztos feltűnik. Hát én nézzétek, én remélem, és hát azt remélem, hogy egy olyan világ fog majd a jelenleginek a romjaiból kinőni, amiben egész egyszerűen az, ami már nem téma, az ne legyen téma. És hát, de meg elvileg azért küzdenek gőzerővel, hogy eltűnjenek a bőrszínbeli különbségek, igen, akkor lehetne azt, hogy nem állandóan a bőrszínünk alapján definiáljuk magunkat? Hát pontosan. Tehát, létezik olyan fekete színész, aki nem arról beszél az első mondatában, hogy közám black? Így van. Vagy hogy közjó white?
Igen. Hát folyamatosan bőrszínről beszélnek minden egyes ember. Miért? Borzasztó. 22 filmig megbírta állni a Marvel, hogy ez ne legyen, hogy érted? Ne legyen, és semmilyen szinten nem volt téma, és akkor működött. Persze. Abban a 22 filmben tökéletesen megvalósult így ez van. Az álom, amit ők akarnak. Így van. Hát milyen érdekes, még az X-Men az X-Men filmek is addig voltak kiválóak, amíg először azt nem mondja a Jennifer Lawrence, hogy ezt nem X-Mennek kéne már hívni, hanem X-Womennek. Mert itt mit csináljuk a dolog nagy részét? A semmiből bemondja ezt. Mint teljesen kiugrik a kontextusból. Szó sem abszolút. Volt semmilyen férfi nő ellentétre, és ő benyögi ezt a tolószékes professzornak, hogy ez a social justice baromság. Ez egy őrület. Ez tényleg egy őrület, és hogy nem tudom, hogy egyes emberek hogy gondolták komolyan, hogy ezt lenyomják a világ torkán, akkor, amikor a harcaink nagy részét már megharcoltuk, és ahol nem ott adottak a körülmények arra, hogy történjék ez meg, de nem így fog megtörténni, és tudod, mit mondok? Te ismered azt a nőt, mert legyen az, hogy azt mondja valaki, hogy mi nem vagyunk ebben hitelesek, mert hogy mi nem vagyunk színesbőrűek, és mi nem éltünk még elnyomva. Oké. Akkor idézzünk egy színesbőrű nőtől, akinek te tudod a nevét, én nem, az a hölgy, aki többször is megnyilvánul, és eléggé híres youtuber talán, és idéztem tőle, hogy ő mondta azt egyszer. Candice Owens. Candice Owens. Nincs imádom. Na, tessék, Candice Owens mondja azt, hogy ő maga magáról mondja, hogy akkor követtem el a legnagyobb hibát, amikor bőrszínből kezdtem el gondolkozni, és nem a racionális gondolkodásom alapján. Ezt egy színesbőrű nő mondja. Ja. És ő az, akit csomóan támadnak amiatt, amit a Morgan Freeman is egyszer említ egy videóban, hogy gyerekek, tehát hogy akkor fog véget érni a rasszizmus, hogyha fölöslegesen már nem beszélünk erről. És ez így van, és nem arról van szó, mert tudom, hogy ez is félreérthető, volt ebből egy nagy internetvitám egyszer, nem arról van szó, hogy akkor ezt a témát el kell felejteni, mintha meg, tehát szó nincs erről természetesen, hanem arról van szó, hogy ne öntsünk fölöslegesen olajat. Tudod, mi a baj? A Candice Owens republikánus párti. Így van. És ezért támadja az, aki támadja. Pontosan. De milyen jó lenne, ha valahogy le lehetne választani Amerikába a politikát a Social Justice Warrior mozgalomról. Hát így van. Mert azt kéne megcsinálni, mert amíg mi például támadjuk a Social Justice Warrior mozgalmat, addig minket azonnal politikai értelemben azonosítanak, holott én úgy gondolom, hogy tök mindegy, hogy te hova szavazol, meg milyen oldalon állsz, ez egy undorító förmedet, ami a Social Justice Warrior. Szó szerint. Gusztustalan. Tehát mindenkit kirekesztünk, ha te olyat mondasz, ami nekem nem tetszik, mert engem személy szerint sért, akkor én már követelem a fejedet. Pontosan. Mi van? Eljött ennek a kora? Ja, ez tudod? Nagyon rossz. Tehát, hogy Ezt ki kéne űzni a filmekből, mert minden filmbe bekúszta, beette magát. Valakinek írtam, hogy 2018-as évben megszámoltam, és 42 mozifilm volt, amin voltunk, amiben nagyon durván benne volt ez. Mesékbe, filmekbe, hirtelen egy női karakter elkezd pampogni egy férfinak, hogy mert te férfi vagy, én meg nő, blablabla. Bla, bla. Hirtelen a fekete a semmiből elkezd magyarázni a bőrszínéről, nincs is benne a kontextusban, abban a filmben, vagy mesében, nem illik oda. Elképesztő. Tudod, hogy az adott kor politikai szellemiségében írták oda erőltették. Ennyi. Elrontják a filmeket, nem kell ezt be kell fejezni. Hát, de és akkor ezen kívül meg vonjuk ezt ki az életünkből is, így, ebben a formában, mert káros, mert egész egyszerűen egy kártékony dolog, ami nyilvánvalóan nem a lényegre irányítja a figyelmet, és rasszizmus helyett új rasszizmus csinál, feminizmus helyett, illetve nem feminizmus helyett, hanem csinál egy új feminizmust, ami már részben teljesen indokolatlan, tehát ez szörnyű. Ez jelenleg olaj a tűzre. Ez teljesen. Tehát, hogy hergelik a népet. Igen. A feketéket hergelik a feketes izéval, sztorival, a nőket azzal, hogy el vannak nyomja, a melegeket is hergelik, mindenkit hergelnek. Így van, pontosan. Azt akarják, hogy mindenki fölbassza magát, és így manipulálják így őket. Van. Ezt értjük, de könyörgöm, tehát, hogy az eszmeiség mögötte, ami egyébként tiszta és tök jó gondolat, az, hogy fogadjunk el a másik embert, és tök mindegy, hogy kinek milyen a bőrszíne vagy a szexualitása. Ez egy tök jó gondolat, de ez olyan szépen működött egyébként a Marvel filmekben, még egyszer mondom. Tehát, hogy nem számított az, hogy a War Machine neki milyen a bőre színe. Ki a faszt érdekel? Fel sem merült bennem. Egy percig se, hogy Black War Machine, persze. Vagy White Iron Man, nem számított, tökéletesen működött. Persze. Az volt a természetes, és az, ami most megy, az a nem természetes. Ez abszolút. És hát még egyszer mondom, úgy nőttünk föl,
mi itt Európában, akik amúgy se hiszünk, már elnézést, ezt mindig ki kell hangsúlyoznom, ebbe, hogy most valaki ilyen színű, olyan fajú, vagy ilyesmi, megtanultam már ez a kontinens, hogy ez egy ordas nagy baromság, még mindegy, arról is külön érdemes lenne beszélni. De hogy mi úgy nőttünk föl, hogy mondom, volt egy halálos fegyver, és a halálos fegyverben kit nem érdekelt, hogy ott a Mörtó meg a Rix, és őket se érdekelte, az a legrosszabb. Hát mondom, szinte maga Mörtó, hogy visszacsatlakozzunk oda, amit te is mondtál tényleg, hogy hát ő maga a poént csinál ebből az egészből egy kicsit, és hogy nem akkora hangsúlyt foglal ez. És hogy legyen az, hogy tudod, hogy van egy színesbőrű rendezőnk, és hogy csinál egy 12 év rabszolgaságot, és igen, emlékezzünk újra vissza erre, nehogy újra előfordulja. Az a kontextus, ahol kell. Pontos, igen, erre van szó. Igen. Legyen olyan film, bravo, hajrá, én ezt igen. abszolút megtudom. Ugye, és akkor tényleg talán ez az árszó felé visz minket, megint csak a Morgan Freeman-t idézve. Tehát, mert ott ugye azt kérik számon rajta, vagy mondják, hogy ő miért nem áll ki amellett, hogy legyen egy Black History Day. És akkor ő mondja, hogy nincs Black History, van American History, és annak én is a része vagyok, te is a része igen. vagy, színesbőrű, zsidó, mit tudom én, ír, akárki, mindenki a része, ez az American History, hiszen ez egy bevándorló kontinens, egy az egybe. Schluss. Úgyhogy mindegyikre kell gondolni, és lehet fekete Amerika kapitány, csak ne csináljunk már bele ekkora izét, hogy miért fekete Amerika kapitány. Mindegy, mi itt ezen a csatornán foglalkozunk ezzel a témával. Persze, és mert belepiszkít a levesünkbe ez, hát nem? Tehát, hogy az ember önfeledten élvezi, és akkor így hirtelen elindul ez a szál. Hát egyrészt ezért miért? Így van igazából. Annyira bántó ez, és mert hogyha egyszer-egyszer van ilyen, az oké, de amikor hirtelen minden a csapból is ez folyik, persze, érted? Persze. Hát egyrészt a szórakozás is megzavarra, másrészt azt gondolom, hogy a feladatunk, tehát a normalitást fenntartani, és a természetességet, és a racionalitás talaján maradni, amikor ilyen közéleti dolgokról beszélünk, ez feladatunk itt nekünk a Pim Diamond-on is. Aztán tudod, hogy miért? Mert ez Magyarország legracionálisabb csatornája. Sziasztok!